A Szomodi Fúvós zenekar műsorával vette kezdetét a 26. ünnepi gála a Magyar-Német Önkormányzatok napján. A budapesti kongresszusi központban találkozott a magyarországi németség, több százan vettek részt az eseményen. A közönséget a Német Szövetségi Köztársaság magyarországi követe köszöntötte, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a színvonalas program az erős összetartozást is jelenti. Már nem először veszek részt a Magyar-Német Önkormányzatok gáláján. Ismét egy szép és sikeres rendezvényt tudhatnak magukénak a szervezők. Örülök annak, hogy ilyen összetartó közösség alakult ki, hogy ilyen fontos szerepet játszanak a magyarországi németek Magyarországon. Nagyon aktívak, nem csak politikai, hanem a kulturális örökségük védelmének terén is. Eredetileg januárban tartották volna a Német Önkormányzatok napját, de biztonságosabbnak érezték a szervezők, ha várnak még néhány hónapot. A koronavírus járvány ugyanis korábban is a tavalyi eseménynek is gátat szabott, akkor online gálaműsort tartottak. Most azonban a korábbi évekhez hasonló rendezvényre várták az érdeklődőket. Erre az országos gálára mindig kulturális programokkal is készülünk, zenészeket, énekeseket és tánccsoportokat hívunk meg az eseményre. Olyan együttesek lépnek itt színpadra, akik szép helyezést értek el különböző minősítő versenyeken. De az is nagyon fontos a mai napon, hogy kitüntetéseket is kiosztunk, ilyen például az arany díszjelvény elismerés. Ebben a díjban több Baranya és Tolna megyei lakos is részesült. A kitüntetettekkel készült beszélgetést és a műsort bővebben Ungarn Deutsche című német nemzetiségi magazin műsorunkban láthatják.